Miért baj az, hogyha újra fényeztek egy elemet? Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Amikor autót vásároltok, gyakran fog szembe jönni az a probléma, hogy egy autónak különböző karosszéri elemei fényezve voltak, javítva voltak. Semmi baj nincs ezzel, hiszen használt autót fogtok megvenni, nem elvárható egy 5-10-10 éves autótól, hogy soha egy eleme ne sérüljön, illetve ne javítsák, tök normális. Na de milyen kockázatokat hordoz az, hogyha javítottak valamit? Elhoztam nektek megint az öreg bálnámat, és erre a részére, megmondom őszintén, nem leszek túl büszke, de ennek is rozsdásodik a sárvédője. Nem azért rozsdásodik ennyi idősen, mert hogy ez egy öreg bálna, hanem sokkal inkább azért, mert hogy fényezték, javították ezt az elemét. Ez az autó egy 17 éves autó, természetes, hogy a 17 év alatt már össze-vissza karcolták, megütötték egy pár elemét. Nem is akadtam én ezen fenn, amikor megvásároltam. Tisztában voltam vele, hogy nem lesz mindig olyan, mint amilyen akkor volt. El is kezdődött a rozsdásodás itt a sárvédőn. Egyébként, ha megmérjük, itt ilyen 1000 mikronos réteg vastagságok vannak. Na, amikor elkezdett itt pörögni le a festék, illetve hólyagosodni, akkor én elvittem fényezőhöz, nagyon szépen újra fényezték, majdan nagyjából fél év múlva újra elkezdett kijönni rajta a rozsda. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni egy sérült elemet úgy, hogy ne kezdjen el rozsdásodni, de nagyon nehéz. Tehát tényleg komoly profi cuccok kellenek hozzá, meg jó szakmai ismeret. Általában nem ez szokott történni, általában a végeredmény az ez, mint itt is, hogy fényezés után fél évre, egy évre rá ugyanígy elkezd hólyagosodni, és ez egy ilyen örök szélmalom harc, amíg nem fogok rászánni egy komolyabb összeget, és tényleg egy komoly szakembert megkeresni, aki ezt jól le tudja fényezni. Úgyhogy, ha tényleg jó fényezők vagytok, és meg tudjátok nekem oldani az autó hátsó sárvédőn ezt a rozsdásodást véglegesen, akkor szóljatok, vagy jelentkezzetek nyugodtan az e-mail címünkön. Ez egy ilyen szolgálati közlemény volt. Na szóval, ha vásároltok egy idősebb autót, akkor azért számítsatok rá, hogy rozsdásodni is fog. Autókat nem az örök életnek és a Valhallának gyártanak, hanem amíg a garancia szól. Ettől még ez nem törvényszerű. Egyébként a japán autók általában hamarabb rozsdásodnak, a német autók bármikor rozsdásodhatnak, a francia autók jellemzően kevésbé rozsdásodnak, de ezek általános információk, rengeteg eltérést látunk és tapasztalunk nap mint nap. Többek között ezért is nagyon fontos, hogy festékrétegmérő műszerrel körbenézzük a karosszérielemeket, így megtudhatjuk, hogy melyik elem volt fényezve, javítva, illetve melyik nem. Korábban készítettünk már videót egyébként a mérésről, ebben most így külön nem mennék bele. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, lájkoljátok és osszátok meg a videóinkat, de legfőképpen mondjátok el a véleményeteket hozzászólásban.